Brutális terrortámadással kezdődött az új év Törökországban. Nem sokkal éjfél után egy Mikulásnak öltözött terrorista válogatás nélkül lőni kezdett az emberekre Isztambulban egy szórakozó helyen. 39 embert mészárolt le, köztük legalább 16 külföldit, 70 embert pedig megsebesített. Az Egyesült Államok, Oroszország, az Unió és a NATO is elítélte a merényletet. Még mindig hangosan szólt a diszkózene, amikor rendőrségi kommandósok és bombaszakértők lepték el a népszerű éjszakai mulatóhelyet Isztambulban. A szirénák hangja azonban hamarosan elnyomta a zenét. Több tucatnyi mentőautó és rendőrségi jármű jelent meg az újévi merénylet helyszínén. Dolguk bőven akadt. A halottak mellett mintegy 70 sebesültet kellett kórházba vinni. Eltalálta egy lövés a lábam. Ez az őrült mindenre lőtt. Megpróbáltam elbújni, mondta az egyikük. A halottakat ugyanabba a kórházba vitték, ahová a sebesülteket is. Ez a férfi ekkor értesült arról, hogy hozzátartozója az áldozatok között van. A sebesültek közül 4 súlyos állapotban van, a halottak között legalább 16 külföldi. Ez a helyi lakos azonnal keresni kezdte hozzátartozóját, aki a klubban dolgozott, amikor értesült a mészárlásról. A legnépesebb török város európai részén nem sokkal éjfél után egy télapó ruhába öltözött fegyveres rendezett vérfürdőt egy külföldiek körében népszerű szórakozó helyen, ahol 600-an lehettek. Negyed kettő körül a terrorista messze hordó fegyverrel lelőtt egy rendőrt a klub előtt, aztán egy civilt, majd belépett. Brutális kegyetlenséggel mészárolt le ártatlan embereket, akik csak szilveszterezni akartak és jól érezni magukat. Ez terrortámadás volt, mondta az isztambuli kormány. A mészárlás negyed órán át tartott. Többen a tengerbe ugrottak a lövések elől. A közösségi médiában elterjedt a hír, hogy több terrorista is lehetett, akik arabul kiabáltak, de ezt a hatóságok cáfolták. Egy támadó volt, aki elmenekült. Most nagy erőkkel keresik. A török elnök közleményben tett ígéretet arra, hogy Törökország a végsőkig harcolni fog a terrorizmus ellen. Recep Tayyip Erdoğan szerint a terroristák fő célja, hogy destabilizálják az országot. A hatóságok szigorú biztonsági intézkedésekkel készültek a szilveszterre. Isztambulban 17 ezer rendőr teljesített szolgálatot, többen télapónak, illetve utcai árusnak álcázták magukat. Isztambulban és a fővárosban Ankarában tavaly több merényletet is elkövettek az Iszlám Állam, illetve kurd szeparatista szervezetek tagjai. A támadásokban csaknem 200 ember vesztette életét.